Gödöllőn 2014. november 28-án immár 8. alkalommal adták át a megyei Prima díjakat azoknak, akik a közép-magyarországi régióban kiemelkedőt alkottak mesterségük területén. A Demján Sándor által alapított Prima Primissima alapítvány díjait a királyi kastély lovardájában adták át. A Szadai édesanyáknak Anyapszichológia címmel rendeztek előadást a helyi faluházban. A 2014. november 25-én megtartott találkozó vendége Vida Ágnes pszichológus volt, aki a nagy sikerű kismamablog.hu szerkesztője. Gödöllőváros fejlesztési terveiről és a hamarosan megjelenő innovációs pályázatokról rendezett tájékoztató fórumot a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara térségi kamarai klubja 2014. november 18-án a Városháza nagytermében.